Elsősegélynyújtó verseny, egyre több a baleset a megye útjain, szépül Kunhegyes, bölcsőde felújítás Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 18-án 18 óra 5 perckor. A Vöröskereszt karcagi területi szervezete és a karcagi és kisújszállási általános és középiskolás diákok és felnőttek részére a karcagi Szent Annai Sámuel Református Középiskolában rendezte meg az első segélynyújtó verseny területi fordulóját, tudtuk meg Orvos Anetta vezetőtől. A Magyar Vöröskereszt 1971 óta szervezi meg felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyét, amelynek a célja az elsősegélynyújtó ismeretek fejlesztése, gyakorlása a fiatalok körében. A verseny három kategóriában zajlik, gyermek, ifjúsági és felnőtt. A területi döntő nyertesei jutnak be a megyei döntőbe. Egy területi versenyen vagyunk, ami országos felmenő rendszerű verseny, elsősegélynyújtás ismeretekről adnak számot ma a gyerekek, általános iskolás, középiskolás csapatok és felnőtt csapat is vehet részt ezen a versenyen. Mind a három kategóriában vannak versenyzőink, Karcagról és Kisújszállásról. Kicsit akadályozta a pontos kezdést, ugye ez az esős időszak, mert ugye volt egy esőtervünk, meg volt nyilván arra is tervünk, hogy mit csinálunk akkor, hogyha jó idő van, úgyhogy most először esőre pakoltunk, és utána, hogy láttuk, hogy mégis kivirul a nap, így átszerveztük a dolgokat a nem esős napra, igen. A feladatok között van írásbeli, a Vöröskereszt történetéről és gyakorlati rész. Itt a szimulációs baleseti helyszíneken elsősegélynyújtó ismereteikről adnak számot a versenyzők, a zsűri, az egészségügyi és mentős dolgozók katasztrófavédelmi szakember előtt. Egy elméleti totóval fognak kezdeni, amit itt ebben a teremben fognak megírni a gyerekek. Ebben vannak elsősegélynyújtási és vöröskeresztes elméleti kérdések is. Ezek után pedig gyakorlati állomások lesznek, és a gyakorlati állomások úgy fogják váltogatni egymást, hogy egy gyakorlati, egy pihenő állomás, tehát hogy legyen közte egy kicsit feltöltődésre is idő, és bízom benne, hogy a gyerekek számára érdekes feladatokat tudtunk összeállítani, és remélem, hogy élvezni fogják magát a versenyzést. Tulajdonképpen ugye az elsődleges dolog, amikor odaérkeznek egy helyszínre, az, hogy felismerjék magát a helyzetet, hogy mivel állnak szemben. Tehát nekik kell rájönni arra, hogy akkor most itt miről is van szó. A versenybírók csak annyit fognak elárulni, amennyit muszáj, tehát ahhoz, hogy elindulhasson maga a feladatmegoldás, és igen, ott már kipingált, kikent, sérültek fogják a szituációt ugye magát előadni, és ugye ezt a gyerekeknek fel kell ismerni, hogy akkor most milyen jellegű sérüléssel állnak szemben. Az elsősegélynyújtás népszerűsítése a célja a versenynek, hogy már iskolásként tudjanak szakszerűen segíteni a bajba jutottakon a diákok és a felnőttek. Nagyon fontos, hogy ugye ezzel minél hamarabb tisztában jöjjenek az emberek, hiszen vagy ezeket az ismereteket ugye megszerezzék, hiszen a leggyorsabb segítségnyújtás az ugye életet is menthet. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt Jászladány és Százberek között. A kora délutáni órákban. Egy motoros csapat közlekedett Jászladány irányából Százberek felé 2022. május 12-én a kora délutáni órákban. A motorosok három személygépkocsi előzésébe kezdtek, azonban az utolsó jármű manőverét már nem tudta befejezni, ezért egy szemből közlekedő személygépkocsinak az útpatkára kellett húzódnia. Az útpatka eldobta a személygépkocsit a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy szemből érkező személygépkocsival. A személygépkocsi sofőrje halálos kimenetelű balesetet szenvedett. Teljes egészében rendbe tették a települést átszelő kakatér környezetét, ami a terület és településfejlesztési operatív program két pályázatán elnyert, több mint 810 millió forintból valósulhatott meg.
Nem volt könnyű idáig eljutni. Tavaly a pénzügyminisztériumtól kétszer is az jött vissza, hogy a KAKAT projektünk kiemelten kockázatos, mert kicsúsztunk az előző EU-s pályázati ciklus utolsó évéből, mondta a település polgármestere. Ezen összetett pályázat során háromszor kellett közbeszerzési eljárást hirdetni, illetve háromszor dolgoztuk át a műszaki tartalmat, ami 7 esztendőt vett igénybe. A sok éve húzódó beruházás tavaszra készült el, amelynek részeként egy gyaloghíd is épült a csatorna felett, ami az újonnan létesült játszótérre vezet, árulta el hírportálunknak Kovácsné Egyed Boglárka. Régi vágyunk volt a KAKAT megszépítése, hiszen nekünk, kunhegyesieknek ez egy fontos természeti kincsünk, magyarázta a pályázati referens. Az elnyert forrás mintegy feléből megoldottuk a csapadékvíz elvezetést, illetve megújult a KAKAT-ér leromlott állapotú gyomnövényzettel benőtt és hulladékkal telített belterületi szakasza. A fennmaradó több mint 400 millió forintból pedig a piac melletti területet újítottuk fel, ahol helyi termékeket vásárolhatnak a lakosok, illetve az ide látogatók, áll a polgármester tájékoztatásában. A kisgyermekes családok számára külön öröm, hogy bölcsőde felújítás is megvalósul városunkban. Hol tart jelenleg a beruházás, ezt kérdeztük városunk polgármesterétől. Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a televízió nézőket. Kisgyermekes családok számára külön öröm, hogy bölcsődefelújítás is megvalósul városunkban. Hol tart jelenleg ez? Ugye itt két bölcsödéről beszélhetünk most már, hiszen itt is nem olyan rég jelentettük be, hogy megkaptuk azt a pénzügyminisztériumi támogatást, amely a vasútúti bölcsöde. Azt nem mondom, hogy teljes felújítását, hiszen egy vadonatúj bölcsődét fogunk építeni a vasútúti jelenlegi bölcsőde épület helyén. De akkor kezdjük ezzel. Ugye, én azt remélem, hogy valamikor az ősz folyamán el tudjuk kezdeni ennek a bölcsődének az építését, illetve a meglévőnek a bontását, és ahogy a tervek kész vannak, ugye az engedélyes tervek, kiviteli tervek elkészültek, én azt remélem, hogy addigra a közbeszerzési eljárást is le fogjuk tudni folytatni, tehát semmi akadálya nem lesz annak, hogy ott mondjuk egy októberi munkakezdéssel el lehessen kezdeni egy új bölcsőde építését, amely, ha jól emlékszem, akkor 4 csoportos bölcsődét fog jelenteni. Ennek viszont feltétele az, hogy azokban az intézményekben, és ugye két óvodai intézményről beszélünk, a Takács Péter és a Táncsics körúti óvodai intézményekről, ahova a mostani csoportokat el tudjuk helyezni, hogy ezek megürüljenek. Ennek pedig az a feltétele, hogy a Varró úti bölcsőde határidőre, augusztus végére teljes egészében elkészüljön, és át tudjuk adni a közönségnek, ugye a használóknak, a legkisebb gyermekeknek, a bölcsödéseknek. Nem olyan rég voltam egy bejáráson, nagyon jól halad az építkezés, az előzetes terveknél egy picit gyorsabban is haladnak, ahogy a kivitelező elmondta, úgyhogy nekem minden reményem megvan arra, hogy tartani tudjuk, tartani kell, tehát ahhoz, hogy ezek az egymásra épülő tervek meg tudjanak valósulni, ahhoz tartani kell az ütemtervet, de úgy látom, hogy tartja a kivitelező, úgyhogy minden esély megvan arra, hogy ezt az ütemtervet, ugye átadás, költözés, bontás és az új építése meg tudjuk valósítani. Ugye ez azt jelenti, hogy a mostani 6 csoport helyett 8 csoport fog a két bölcsödében helyet kapni, a két új bölcsödében. Szükség is van rá, hiszen azt látjuk, hogy a bölcsödei felvétel iránt egyre többen érdeklődnek, ami ugye azt is jelenti, hogy egyre többen vállalnak gyermeket, és egyre többen szeretnének a munkavilágába visszamenni a gyermekvállalás mellett. Tehát ez egy nagyon jó és nagyon örömteli hír. Ha egy korosztálya följebb megyünk, ugye az óvodásokhoz, akkor azt látjuk, hogy a Református Egyház által beindított óvoda plusz egy csoportot fog indítani szeptembertől, a 3 helyett így 4 csoport lesz majd a református óvodában, illetve nagyon jó ütemben halad a katolikus óvoda építése, ahol szintén 4 csoport fog majd helyet kapni. Tehát látjuk azt, hogy az igények megvannak. Nyilván ehhez kell majd nekünk alakítani a saját városi óvodai rendszerünket is.
Pontosan ehhez a témához kapcsolódik, hogy a projektek között számtalan munkahelyteremtő beruházás is valósul meg, és nyilván a jövőben is lesz majd. Adódik a kérdés, hogy a munkavállalók hogyan tudnak értesülni, a város hogyan tud abban segíteni, hogy a keresletkínálat között el tudjanak ők igazodni? Én azt gondolom, hogy ma már a munkaerőpiac megfelelő hirdetési eszközökkel rendelkezik. Nyilván a legfontosabb az a Karcagon is létező munkaügyi központ, ahol mindenféle felvilágosítást megkapnak azok, akik munkát szeretnének vállalni. De ha lapozgatjuk a különböző újságokat, településünkön is, hogy a Karcagi Hírmondót vagy a Szuperinfót, szinte minden oldalon találunk álláshirdetést, tehát nagyon sokan keresnek megfelelő munkaerőt a megfelelő helyekre. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ettől függetlenül elsősorban a munkaerőközpontot, tehát a munkaügyi központot keresse föl. Ők rendelkeznek minden olyan információval, amely a különböző karcagi, akár frissen átadott munkahelyekről is kellő bizalommal és kellő odafigyeléssel kaphatnak információt a különböző végzettségekkel kapcsolatban, az, hogy kihez kell fordulni. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy nyilván lapozgassa a helyi újságot, mert abban azért nagyon sok információ van, de a következő lépés, hogyha úgy gondolja, akkor legyen az a munkaügyi központ. Polgármester úr, hogyan látja a jövő Karcagját? Én ugye a pályázatok miatt és amiatt, hogy kicsit komplexen látjuk néhányan nyilván a képviselőtestületben és illetve a polgármesteri hivatalban is azokat a lehetőségeket, hogy mire tudunk pályázni, és milyen irányba tudjuk fejleszteni a várost, és most már azt gondolom, hogy talán a kívánságaink is meg tudnak fogalmazódni, hiszen látjuk azt az együttműködést az országgyűlési képviselőkön keresztül a magyar kormánnyal is, hogy nem csak egy meglévő pályázati kiírást, hanem az igényeket is megpróbálják kormányzati szinten is bekérni, és esetleg ehhez igazítani a különböző pályázati kiírásokat. Én egy dinamikusan fejlődő, egy frissen megújuló és egy élhető, nagyon szép települést látok a jövőben. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!